Hiába valóak a kormány sarcai a bankok ellen. Újabb, vagy inkább régi új sarcoknak csúfolt intézkedéseket vezetett be a kormány az elmúlt időszakban a bankok ellen. Maradt a bankadó, megemelték a tranzakciós illetéket, és egy újként beharangzott védelmi hozzájárulást is kaptak a bankok, ami igazából az eddigi különadóknak az új elnevezése, szóval semmi új sarcot nem kaptak ez irányban plusz teherként a bankok. Hiába vetnek ki árstoppot a számlavezetési és kártyahasználati díjakra, nem elegendőek a cél eléréséhez ezek az intézkedések, a Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint. Amíg nevetséges büntetéseket kapnak a bankok a meglévő és folyamatos jogsértéseikért, ugye legutóbb az MNB bírságolta meg a Raiffeisen bankot 70 millióra, ami véleményünk szerint nevetséges büntetésnek számít, főleg annak tudatában, hogy ez a 70 milliós büntetés a 2023-as bevételük szerint a bevételük 0,01%-a volt pusztán, ez nagyon kevés, és nem tart elrettentő motivációt a bankok irányába. Valójában pedig csak az emberek kapnak újabb sarcot, és nyilván plusz profitot jelent a bankoknak a nagyban megnövekedett tranzakciós illetékek. Ugye a tranzakciónként maximális összeg duplájára nő, az eddigi 10.000 forint helyett mostantól már 20.000 forintot is meg kell fizetni az illetékeknél, pénzváltáskor, átutalásnál, vagy értékpapír ügyleteknél. Az illeték pedig 0,3%-ról 0,45%-ra nő. Hiába a kormány látszattevékenysége a készpénz használat megvédése érdekében, a mai naptól, az utóbbi napoktól ugye sokkal drágábban juthatnak az emberek a pénzükhöz, a bevételükhöz, a fizetésükhöz készpénz formájában. A készpénz felvétel illetéke ugyanis 0,6%-ról 0,9%-ra emelkedett meg. Így ha az állítólagos nettó átlagkeresetet vesszük alapul, ami ugye a legutóbbi tájékoztatás szerint 448.700 forint, akkor közel 3.000 forintba kerül havonta az, hogy ha csak ehhez az összeghez szeretnének az emberek hozzájutni készpénzhez, a munkabérükhöz. Ami éves szinten több mint 30.000 forintot is jelenthet a magyar lakosságnak, ami érthető módon szívesen költenének másra, mint sem ugye a kizsákmányoló bankokat gazdagítsák vele. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja pedig az határozottan, hogy korlátlan ingyenes készpénzfelvételt kell biztosítani az emberek számára, főleg azért, mert egy tavalyi törvénymódosítás értelmében a munkabért elsődlegesen bankszámlára kell utalni. A nemzetünk szuverenitásának alaptétele a pénzügyi szuverenitásunk is egyaránt. Ennek értelmében pedig mielőbb fel kell számolni a bankok uralmát, és az esztelen költségeket is meg kell szüntetni, és sokkal súlyosabb büntetéseket kell kiszabni rájuk, hogy valóban elrettentő sarcok legyenek a bankok ellen.